Bruttó 160 ezer forint, azaz nettó 106.400 forint. Havonta átlagosan ennyiért dolgozik egy pék ma Magyarországon. Egy dagasztó, aki ugye döntően meghatározza a terméknek a minőségét, nyilván többet keres. Erre a 160 ezerre még némi kafetődi és éjszakai pótlék is megy, de nagyon nehéz ezzel a bérel munkavállalókat találni. Jellemzően külföldre mennek a végzett pékek is és a pék szakmunkások is, hiszen ha csak a nyugati országban részben lévőket is megnézik, de a külföldön, Ausztriában lévőket, ennek az itteni keresetnek több mint a 3-4-szeresét is megkeresik a szakmunkások, és ezáltal alakult ki ez a szakmunkás hiány. A Pék Szövetség alelnöke hozzátette, nincs elég pék az országban, mintegy 3000 munkavállaló hiányzik az ágazatból. Az anyagi terhek és a munkaerőhiány pedig több pékséget is érintett, jó néhányan be is zártak. A január 1-én bevezetett minimálbér emelés jelentősen érintette a sütőipari szakmunkás, sütőipari vállalkozásokat, hiszen meg kellett adnunk a minimálbért, és hatványozottan jelentkezik a minimálbér növekedés a éjszaka és délutáni pótlékok miatt. Ugyanezt viszont nem tudtuk érvényesíteni az árakban, és ez vezetett oda, hogy nagyon sok sütőipari vállalkozás be kellett, hogy zárjon, nem bírta a versenyt, illetve nem, egyszerűen nem volt szakembere, akit foglalkoztasson. Dezső közel 30 éve dolgozik pékként, jelenleg két műszakban. Ha délután 4-kor kezd, akkor hajnali 2 körül végez a munkával. Szerintem a fiataloknak nem vonzó ez a munka az éjszakázás miatt, meg elég sokat kell dolgozni ezért péknek. Aztán ez nem vonza a fiatalokat, így gondolom. 6 hónap türelmi idő után június közepén lépnek életbe a magyar élelmiszerkönyv változásai. A kenyerekre és péksüteményekre vonatkozó szabályokat is módosították, a változások elsősorban a vásárlók tájékoztatását szolgálják. Jobb minőségű pékáruk kerülnek majd a boltokba, hiszen szabályozzák a keveréket képező lisztek arányát, például az egyre népszerűbb teljes kiörlésű vagy rozsos kenyérnél is. Utóbbi esetében a rozsliszt aránya eddig minimum 15%-os volt, ezek után minimum 30%-os lesz.